ezzel a Roblox játékkal lehet egy működő számítógépet a Robloxon, mert amivel lehet a Robloxozni. És vírusokat letölteni. Elindítod a játékot, és akkor kírja az, hogy milyen napon ma be kell lépni a számítógépbe, ahhoz a kódom 1234 oké sajtokat, és itt van a számítógépünk. Van rengeteg alkalmazást, tudunk netezni, tudunk játszani, de elsőnek a Paintbe rajzoljunk egy kicsit. Hello! Megnyitottam az internetet, és itt írja, hogy milyen oldalak vannak elérhetők. Uram, atyám, lehet Robuxot venni, V-Bug-ot venni, de esetleg a Robloxot töltsük már le. Itt van a Roblox download. Ó, tökéletes! Robloxon belül letöltöttem a Robloxot, és meg is tudom nyitni, ez mi lesz vajon? Azt, ez teljesen a Roblox, és tele van mindenféle játékkal. Subway Surfer, na ezt próbáljuk ki, azt még úgy is tölt be. Ha nincs még élőben számítógépen, akkor kipróbálhatod, milyen Robloxozni számítógépen, és itt vagyok a karakteremmel, teljesen olyan, mint hogy egy Roblox játékban, és a Subway Surfernek az egyik, hogy nem szabad nekiütközni ezeknek a cuccoknak, mert akkor újra spawnolsz. És mindeközben a coinokat kell gyűjtögetni, és nehogy neki menjünk a vagonnak. Simán kilépünk a Robloxba, hogy élőbe is, azt te komoly. Erre majd visszatérünk, de keressük meg a vírus. Na, download, az ennek a játéknak a neve, hogy nehogy letöltsd, de egy ilyen nagyon haragos arccal, hát letöltöm. És töltöttem, bezárom a Chrome-ot, és nyissuk meg. Oh-ho! Kék halász kapott a gépen, no, srácok, megy még a videó felvétel, haló! Nem reagál semmire, micsoda? Ha itt vagytok, nyomjatok egy lájkot. Megnyitottam a boltot, amit elé van alkalmazással, van egy ilyen matekos feladat, egy ilyen közösségi média oldal, mint mondjuk Instagram, és van egy vírusírtó, na az nekem nagyon durván kell, de mondjuk letöltöm mellé ezt is, és mondjuk letöltöm még ezt is, mi... Ja, hogy ez egy YouTube akar, egy te király! Esetleg gyorsan vírust írtok, szkennel is azt, hogy hát, ha most nincsen már rajta. Oksa, elvégezte a műveletet, a YouTube hozzunk egy picit. Öt videó van elérhető a YouTube-on, Engine, az ennek a neve. Mi ez? Watermelon, az ennek a videónak a címe, és ne kattints el a videóra, mert egy dinnyéről fog szólni. Miért kattintott erre a videóra? Hát azért, hogy megtudjam, hogy mi van ebbe. Miért megy át a csirke az úton? Nem tudom, át akar menni. Ő miatta. Ab ennek a videónak a neve, és 1,1 milliárd megtekintés van rajta. Hogyan így áll vizen 2024-ben? Így. Matekos alkalmazás meg arról szól, hogy random egyenleteket kell megoldani. Hát ez nagyon jó móka. Én a Fortnite-ben kis V-Bug, szóval gyorsan beírom. Free V-Bug, pont erről beszéltem, várj, ez a backrooms, akar lenni. Nem áll, szerintem egy átverés volt ez, hát oké. Na mindegy, akkor próbáljuk meg valahogy kiszökni a backroomsból. Biztos, hogy ezt megcsinjük, akkor kapunk Robuxot is, V-Bugot is. Én bízok a játék készítőjébe. Ó, átvertek ezzel, nincsen itt sehol V-Bug. Sütikattintó játékot élőben is ismerem, nagyon kíváncsi, hogy ez megvan, csinálva itt a Roblox. Szóval, hogy van egy Wikipédia oldal is, meg egy ömángászító oldalra nem lehet rákattintani. Oha, ahányszor rákattintok erre a sütire, annyiszor számol ez a számláló. Meme Maker, beírom ezt gyorsan, mémeket tudunk készíteni. Ho-ho, ezt a képet kiválasztom, és akkor írjunk valamit rá a képre. Amikor megtudom, hogy még nem iratkoztál fel. Vagy éppen amikor új sajtarviszkedő videó van. Hajaj, érzi a kutya, hogy valaki még nem lájkolt ezt a videót. Én amikor ezt megtudom. A dorsz meg van csinálva a játékomról, na erre nagyon kíváncsi leszek. Még nagyon hasonlít az, hogy mondjam, joining server, na innentől kezdve már nem annyira hasonlít. Vannak egymás után random ajtók, jaj, de egy szekrény, jaj, de félelmetes, futunk még. Ó, itt egy lámpa, ez nagyon szükséges, és itt van a bolondos ember, akit ki kell cselezni. B-J-Q-N-Y, micsoda? Jó, itt vannak a számok, és ez a kombináció, ezt király, akkor kezdjük, 6-os az első szám. 6-9-4-2-0, akkor de hagyj menjek be, let me in. Itt is vagyok, és sikerült, mehetünk tovább a dorszba, nem is tudom, hogy hanyadik stage-a vagyok, és itt jön a futóba, jaj, mindjárt jön a szörny. Hogy jön a szörny, ez az ajtó még van nyitva, még egyszer se jártam arra, de se baj, futunk tovább. Hát ez sokkal jobb, mint az eredeti. Juvin, ennyi volt, ez nehezebb, mint a másik. Én még soha nevű játékkal játszok most, na erre nagyon kíváncsi ezek, és ott van egy krumpli, egy festvékér, miért? Valaha karaokéztem? Nem, még sose karaokéztem, hiszen nem szeretek. Voltam-e már valaha kempingezni? Igen, voltam kiskoromban kempingezni. Voltam-e már hullámosodon? Igen, voltam már hullámosodon. Láttam-e már egy Disney filmet? Igen, láttam már Disney filmet. Voltam-e már bowlingozni? Igen, és első is lettem. Már tengerparton? Igen, szerencsére. Nem festettem még be a hajamat. Repültem már előtte. Voltam már múzeumban. Voltam már itt is, ott is. Sikerült kifullasztani az játékot. Talált ki a logót a játékon belül. Ez nagyon-nagyon érdekes lesz szerintem. Hát ez aztán nagyon nehéz, a csetre kell beírom. Na, ez ritkán szokott működni. McDonald's. És tovább enged. Azt a te királyát. Az egy kicsit tovább nyitva hagyhatta volna az ajtót, de ez az Apple, ugye ez a telefonos, meg minden.
mindenféle eszközös márka. Ez az Instagram, szóval beírjuk gyorsan, hogy Instagram, oké, tovább meg. A YouTube a világ legkirályabb platforma, gyorsan beírom YouTube, így bizony, de kiixeltem, Erikszeltem ki, és ez meg Windows, szerintem ezzel a játékkal játszunk jelenleg. Windows, Windows 11, vagy Windows akármi, nem tudom mi lesz a ilyes, mondjuk Windows 11. Ezt a bolondos játékot, tehát ha mindent kipróbáltunk, eddig jutottunk. Nem mondhatod ki az adott szót, hát ez meg mi? Nem mondhatom azt ki, hogy víz. Hát miért akarnám kimondani azt, hogy víz? Nem teljesen értem ennek a játéknak a lényegét, akkor gyorsan kimondom azt, hogy víz, mi fog vajon történni? Semmi nem történt, tök jó ez a játék. De egy lyuk ezzel, most azt kéne kezdeni ezt, hogy szépen beleugrunk, és ez elvetik a leges, legmélyebb lyuk az egész Robloxba. Annyira, hiszen itt is vagyok a végén, és kizuhantam a világba. Squid Game Obi, na ez aztán tudjuk, hogy miről fog szólni ezeken az üvegeken való táncolásra. Ez aztán jó sikerült, már az elsőnél félreugrottam. De egyedül azért elég rossz kivinni, hiszen az egészet memorizálni kéne, hogy hova kéne ugrani, szóval én azt mondom, ötig jussunk el. Oké, egyes ugrás megvan, kettes megvan, hármas megvan, legyen ez a négyes, és az ötös legyen ez! Juhu, sikerült! Látom ezt a játékot a sima Robloxon be, és a Pick a Side-ot, amikor választanunk egy kettő dolog közül, választanék V-Bucks-ot rengeteget, vagy Robux-ot rengeteget. Én végtelen Robux-ot, inkább a V-Bucks-ra mentek, hát kik ezek az emberek? A következő kérdés a Roblox vagy Fortnite? A Roblox egyértelműen, a Fortnite-t is imádom, nem tudom melyik, legyen ez a Roblox-ra mentek többen, de akkor hogy akartak sokkal többen V-Bucks-ot? Mobil vagy tablet? Hát én inkább amúgy telefonos vagyok, tabletet is szoktam néha használni, de eléggé ritkán, inkább a tabletre mentek többen. Hát első hiszem, ezt kommentben jelezitek, hogy ti melyiket választanátok. Megnyitom gyorsan a fájlkezelőt, nézzük meg, hogy itt mik vannak még a gépükön. A letölt is hagytak rajta a gépemet képeken. Oh my god, ki az a gyerek? Már megint raktak még egy gépen. Ezt nem hiszem, egy pep. Ez össze van cserélve. A chips lett a Pepsi, és az itóka lett a Lays. Hát ezt nem hiszem, mik ezek a gépek? Meg még egy képet kapnak. Oha, ez le van blokkolva, ez a kép. Uram, atyám, mi lehet a kód? Hát erre most nem jövünk rá, illetve van egy audio. Egy pittyenés, ennyi az egész. Jár mesterséges intelligencia is, figyeljetek már a Windows-on, milyen az időjárás, megkérdezem tőle. 33 fok van elméletek, de hogy van annyi? Jól tudja a dolgokat, kapcsoljuk be ezt a sötét módot, erre kíváncsi, hogy mit fog csinálni. Ez legalább működik, most már ilyen sötét módon van az egész számítógép. És még egy dolgot nem néztünk át a mai videóban, lehet háttérképeket is állítani, amúgy valami marha jól néz ki, hogy a Robloxon belül van ez az egész megcsinálva. Én nagyon, de nagyon remélem, hogy élveztétek ezt a videót, felfedeztük az egész játékon belüli játékot, hogyha tetszett és szeretnétek, hogy még csináljak videókat, akkor nyomj egy like-ot, iratkozz fel, és találj a kövi filmen a csákány!